ez a mentőorvosi kocsi, újszerű rendszerbe állított mentőgépkocsi, találkozhattunk ezzel a gépkocsival már az ország néhány helyén, néhány pontján, szezonális jelleggel működően, vagy éppen gyerekkor mentőorvosi kocsiként, de így rendszer jelleggel a mentőszolgálat most állítja rendszerbe ezeket az autókat. Ebben van egy kombinált úgynevezett őrző monitor, ami EKG defibrillátor, pacemaker, hőmérő, és még egyéb számos vérnyomásmérő, légzésvédi, ami széndioxid szintet mérő készülék, ami kimondottan a mentőszolgálatoknak gyártott, tehát ütésálló, cseppálló, strapabíró készülék. Van kettő felszerelt táska, az egyik táska az az úgynevezett AB táska, tehát ami elsősorban a légútbiztosítás, keringés támogatásra szolgáló eszközök és gyógyszerek vannak benne, illetve van az úgynevezett CB táska, amiben az egyéb gyógyszerek, kötszerek és egyéb olyan kiegészítő, egyrészt részben egyéni védőfelszerelések, részben pedig betegellátás eszközei, amik a emelt szintű helyszíni betegellátásban szükségesek. Tióbb beszerzésből került beszerzés 18 darab az országban, minden megyében, legtöbb helyen a megyeszékhelyre fog kerülni ez az autó. A rohamkocsi felszereltségével rendelkező autó annyiban különbözik, hogy nem tud beteget szállítani, tehát fekvő beteget nem tudunk benne elhelyezni, viszont a látható az autó nagyságával, mozgékonyságával nagyon sok helyre el tud jutni, olyan helyre is könnyebben eljut egy városi közlekedés forgalomba, ahova ment autó kicsit nehézkesebben vagy később ér oda. Ezzel a helyszínre tudjuk gyorsan juttatni a megfelelő szakszemélyzetet, orvost, illetőleg mentőtisztet, és egyáltalán nyilván, hogyha ellátta a beteget, akkor tudjuk is a következő helyre irányítani, tehát több mentőgépkocsit fog kiszolgálni, sokkal észszerűbben lehet szervezni a mentést. Található benne egy speciális lapátkordágy, ami az egész test rögzítésére, illetve az egész test elsősorban sérültek mozgatására, kimentésére szolgáló eszköz. Van benne egy motoros szívó berendezés, amivel a légútban került váladékot lehet eltávolítani, illetve egyéb ugyan például eszközökből lehet a levegőt eltávolítani, ami a rögzítés. Ez szükséges, van bent az aljába egy úgynevezett kedmellény, ez a speciális helyzetbe beszorult sérültetnek a kimentését teszi lehetővé, ami itt alul található. Ha oldalról nyitjuk ki, akkor ez még a rögzítésre, már ezt a holnapi nap fogjuk a végleges helyére felrögzíteni. Van bent egy infúziós, úgynevezett infúziós pumpa, ez a gyógyszerek nagyon-nagyon pontos adagolását teszi lehetővé. Ez egy tartó, ami egyben töltőberendezés is, és kettő eszköz, ami ehhez csatlakozik. Ez újszerű dolog a mentésirányításnak is, hiszen eddig rendszerszerűen nem mozgattak ilyen autót itt a mentőirányítóink, így nekik is van mit tanulni, ezért nem is kapottuk el a bevezetését, hiszen itt van az autó, és most már a felszerelés is benne van. De március 1-i indulást említettünk, úgyhogy addigra próbáljuk mindezeket mi magunk is összehangolni, és úgy állítani a lakosság szolgálatába, hogy az mindenképpen a betegek érdekeit szolgálja.